Egyébként meghaltam. Egy olyan mentésem van, ahol alig van HP-m, de nem baj, ez most jó kihívás, úgyhogy megoldom. Mert valahogy így is úgy is megoldom. Nem mondom, hogy elsőre, nem mondom, hogy fixen, de meg lesz majd. Villámsolyom, rajta van a lézer. Jó, oké, akkor itt tudom már, hogy megszereztem azt a cuccot, ami kellett. Na srácok, kép, hang az jó, feltöltés jó, minden jó, úgyhogy mehetünk neki a mókánk. Blastix, minden rendben van egyébként. Köszönöm kérdésedet. Megpróbálom élni tovább a Resident Evil világát. Megpróbálok kemény lenni. Ugye mivel nincs healem és jelenleg pont a HP-mnek olyan, hát nem is tudom, moderét jellegű, hogy igen, olyan általánosa. Szia Zsotya, üdvözöllek! Kemény, mint a Tesco-s kifli. Ja, a hétnapos, igen. Várjatok, ez nem az a hely, egyen lejjebb. Nem mondom, hogy most első try-re ez menni fog, ez a sakbábús rész. De egy-két try-ra biztos, hogy menni fog, mert itt ugye, mivel próbálok a lőszerrel is spórolni, megpróbálom a kerülgetős módszernek a zömét megoldani. Plusz mivel egyébként máshogy nem is menne, mert ezek a nagy dögök rengeteg golyót elemésztenének, őket mindenféleképpen kerülgetős módszerrel fogom megcsinálni. Nem üzlet neki a darakása. Na, van ilyen. Egyszerűen csak haladjunk. Várjátok, hol vagyok? Ja, igen. Ez a rész. Ez a rész, ahol át kell menjek egyszer. Igen, itt lesz három darab zombi nyuszi. Lehet, hogy nem sikerül elsőre. Oké, de sikerült talán. Remélem, ki tudom nyitni addig, amíg fel nem ér a lépcsőn ez a gyökér. Ja, mivel ezt animálva nyitja, így biztos, hogy kinyitjuk. Jó, oké. Köszönjük szépen. Most nem tudom, ez mennyire fog utánam jönni, de remélem, hogy nem fog ide kelszállódni. Most ez lesz az a rész, ahol jön a szopás. A lényeg az, hogyha itt vissza tudok majd jönni a két sakk figurával, meg a lángszóróval, akkor lényegében ezen az úton fogok visszaérni oda, ahova majd kell. És akkor már nem kell körbe menjek, mert ugye pont shortcutot nyitottam ezzel a ajtóval. Na hát próbáljuk meg a lehetetlent. És induljunk neki. Ugye itt majd most kiderül, hogy a múltkor bemákolva sikerült itt keresztül mennem ezen a részen. Majd most kiderül, hogy kell-e újra töltsek, vagy nem. Mert egy villanó gránátom van még, de ha nem muszáj, ezt nem használnám el. Úgyhogy itt csak tényleg az, hogy lesz-e szerencsém, vagy nem lesz szerencsém. A stratégiám az lesz, hogy itt ez a paraszt. Jó, nincs szerencsém, de van. Nem, nincs. Szopra, ó, állatsz. Szerintem jövök újra.
Hát most vagyok pirosba, ugye? Jó, egyelőre még megpróbálom. Azt majd kiderül. Mindenképpen kéne egy heal. De hát az nincs. Majd lesz valahogy, így van? Azt mondja, ez sakkfigurás rész. Erre kell keresztül menjek. Valahol lesz egy zombi nyuszi. Sőt, összesen kettő darab lesz, azt tudom ezen a részen. Van egy kék virág, hú de fasza. Mivel van helyem, elviszem, de egyébként a zöld virágnak jobban örültem volna. Itt lesz az egyik figura, ha jól emlékszek. Ja. Az egyik figura. Itt felmegyek a másikért. Oké. Majd lesz valahogy. Megérkezett Józsi. És ő nem a barátunk. Ó, várjatok, hát... én csinálok egy olyan bravúrt, hogy mindjárt felcsalom ide. Mivel ezek lassú mozgásúak. Hol vagy? Na, arra parádézd el, már itt vagyok, bassza meg. Haló? Vagy úgy, gyere, 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 gyere. Gyere csak, ide föl a lépcsőn, azaz. Hol vagy? Fuck you. Szórt fény van, alig lehet látni. Szórakozik velem, bassz meg. Na. Nem arra megyünk, erre jövünk. Etetés idő van. Nyitva az állatkertrács. Hát azért nem talál be az ajtón. Aha, most én megindul, nagy... nagy faszt. Gyere csak. Gyere, 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 gyere. Úgy, 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 gyere, 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 gyere. Itt vagyok. Gyere. Jó helyen vagy, gyere csak, gyere, gyere. Oké, maradj itt a rácsok között, haver. És ne is gyere le. Amíg én itt bohóckodok lent. Én ezt neked meg is köszönöm. Ez a baj, hogy... nem tudom, mennyire jön le. Mindjárt megnézzük. Oké, megvan a ezé, megvan a cucc. Ezt ki tudom nyitni, ugye? Így van. Most lejöttek, vagy nem jöttek? Nem lát lófas se, bazd meg. Ott van fönnben mindig a paraszt. És most bezárom. Így most már nem fog kijönni az életbe se többet. Annyi, hogy kell nekem egy... királynő, az melyik ez, ugye? És akkor lényegében mondhatjuk azt. Tökéletes. Mondhatjuk azt, hogy egy pisztoly lövés nélkül megoldottam ezt a részt.
Elveszett 20 perc munkám a No Man's Sky-ba, mert szar a gépem és kifogyott. Hát igen, az is dühítő tud lenni. Beszélek a hajomba, meg ki vagy ilyen, szép, aha. Valami is volt már ilyen hasonló játékban, hát tudom, az dühítő tud lenni, de hát sajnos ez van. Megvan a két sakk figura, megvan a lángszóró, meg 0 HP-n van. Ó, várjál, itt van még egy növény. A piros növény az önmagában nem gyógyít. Önmagában nem használható, aha, nem. Mérgezés ellen viszont a kettő kombinációja nagyon jó, azt tudom, csak fuck, most mit csinálják vele. Ugyanakkor a vörös az elméletileg megerősíti a növényeket, és hogyha zölddel kombinálnám, akkor még erősebb lenne a gyó. Hát egyelőre... Na olyan buzikám. Nem jött be neki az élet, ott ragadt. Na, viszont most jön a neheze a feladatnak. Vissza kell csapódni. Hát gyerekek, nem tudom, ez tényleg a mákon fog múlni. Ha nem lesz szerencsém, akkor meghalok, ha szerencsém lesz, átmegyek. Ilyen egyszer a történés. Ugye azt kell tudni, hogy a szélén kell leeslisszolnom végig. Ó, bazd meg, nem lesz az egyszerű se, hogy... Tudok olyat csinálni. Két golyót el kell használjak. Ó, bazd meg, csak ez kurva nehéz így. Ott ragad be mind a kettő faszkalap. Nem erről volt szó. De rossz ez így. Nagyon nem jó helyen vagytok. Ugye az lenne a cél, hogy lemerüljön a víz alá. Mert ha lemerül a víz alá, hú, azért nagyon szar helyen vagyok. Hát, ez hihetetlen. Szia, Adamski! Hát, ezt így nem fogom tudni megcsinálni. Le kéne nekik merülni a víz alá, mert a szélén el tudnék evickélni, csak az pont úgy van, mert ha lemerül a víz alá, nem rossz. Nincs vele baj. Ha lemerül a víz alá, ugye, hogyha nem lók ki egy része, akkor nem kap el, hanem először csak feljön az az animációja. Ki lehet játszani ezt a részt, csak ahhoz el kell, hogy merüljön teljesen ez a szar. Csak a rács között nem lehet átlőni, mert viszont annyit nem modelleztek már le. Szia, Klau, köszi a osztot. Hát ez elég pontatlan volt itt, nem értem. Mi a szar? Bugos, ez bug. Ez nem tudok mit kezdeni. Jó, újra lesz kezdve ez a rész. Itt a szélen el tudok vergődni nagy nehezen talán. Fuck yeah! Oké. Ha ezt tudom, akkor nem is lövök egyet se. A másik az, hogy itt is lesz még egy ilyen gyökér. Csak az nem tudom, hogy pontosan hol van. Már tudom. Ó, geci. Az a baj, hogy a lemászási animáció az időbe telik. És az nagyon nem jó. Megnézek valamit. Rohadj meg. Azt hittem ide jön, de nem. Jó, meglátjuk. Átmegyek így.
Maximum újra jövök, mert ez nem olyan nagy ügy, igazából 10 perc. Csak most azért bennem van a félsz. Mert ugye az egy ideig tart, még feljön. Nézzük meg. Vágos! Nem tudok mindenhol lemenni a vízbe. Ez itt a probléma. Ez így nem lesz jó. Keresztül kellene rajta rongyolni. Vagy még ezt tudom. Nem tudom. Oda kéne csak elszaladnom körbe. Oda. Jó, megpróbálok elmenni a fal mellett. Mondjuk futva, mit szóltok hozzá? Azt ha meghalok, jövök újra, szarok rá. Meghalok! Jó. Na ugye, a múltkor berakott ide nekem, azon buktam meg, egy respawn, vagyis bespawnolt egy zombi direkt azért, hogy megöljön. És... valamelyik... résznél, aha, ezután ugrott rám talán valahol itt fönt. Mert alapvetően itt nekem nem volt már zombi. Csak beraktak egyet. Méghozzá itt balról ugrott rám egy. És az instant megölt, mivel ugye a HP-m szar. Látjátok? Itt van-e. És ez spawn zombi. Ezt ezzel a checkpointtal, hogy itt visszajöttem, rakták be. Rohadjanak meg, én azt tudom erre mondani. Megyek is innen a vérbe. Kérdés az, hogy hány ilyen spawn zombi került még be a checkpointtal. Mert az a helyzet, hogy nekem heal kéne inkább. Na mindegy, menjünk. Egy biztos, a sakkfigurák megvannak. Én is megvagyok. És oda kell mennem. A túloldalra. Jó, több spawn zombi nem került be. Ez ilyen meglepetésszerű volt, direkt az ajtó mögé rakva, vagy hát átjáró mögé. Ez ilyen rárongyolós. Ezt a múltkor ugye megjegyeztem, hát most ment is, ennyi. Nem az első, mert nem az utolsó szerintem. Amit csinálok gyorsba, kirakom a két növényt. Meg ez se kell már. És akkor nyissuk ki a helyet. Ugye úgy volt meghatározva a balhé, hogy a bástyával szembe kell kerülnie a királynőnek. Aki ő itt. És akkor mellette áll a király. Tökéletes. Kinyitottuk az ajtót. Mentsük meg Adát. A kérdés csak az... Aha. Nem tudok menteni, úgyhogy... Hát ez most érdekes lesz. Meg kell néznem, mi lesz, aztán majd annak... értelmében fogom ezt esetleg újra csinálni megint, hogyha valami nem úgy jön össze, hogy kéne. Én értem, hogy ezt a kék növényt erőltetjük, csak nekem az nem jó semmire. Zöld növény, köszönöm szépen. Megyek vissza a piros növényért. Összekombinálom a kettőt, és akkor elvileg kapok egy baszó hílt. És akkor nem úgy fogok kinézni, mint aki most ment a kocsmából haza. Úgy... kombiné. Maximumon vagyunk. Nagyon jó. Így már mindjárt jobb a dal. Így két ütést elvisel a testem.
Pontosabban egy ütést elvisel a testem, a másodikra ülnek meg. Azt hiszem. Megmentek is egyet. Hát igen, ez most erről szól, oda-vissza, fiti-futi. Ezt a részt legalább ne kelljen újra játszanom, és akkor innen tudok bűvészkedni, hogyha esetleg... ha esetleg szar lesz. Hát tudod, hogyha esetleg szar van, akkor nem kell mondjuk 20 percet újra játszom, hanem akkor innen próbálkozok, az csöcs. Annyi, hogy olyan mentésbe mentek, ami már régebbi. Hogyha esetleg nagyon elkúródik, akkor még vissza tudjak mégiscsak menni. De reméljük nem lesz, nem kerül rá sor. Ezt a kék töményt majd utólag felszedem, mert az ugye mérgezés ellen jó. Nézzük. Baszott sötét van. Van még egy piros növényem, az még egy ilyen tuningra jó lesz majd később. Egyelőre ezt se fogom felszedni. Kapcsolgatni kell a generátort. Jó van, jó lett. Áram alá helyeztük ezt a részt. Lootot azért nem baszták túlzásba. Jesus Christ! Mi a kurva élet ez? Mi a büdös lófasz ez? És hova menjek előled, baszod? Jó van, fasza, örülök. Úgy látszik, hogy nem öltük meg ezt a parasztot akkor. Csak az a baj, hogy ezzel a tempóval úgy utolér. Megnézem, hogy mi a helyzet, azt majd utólag. Jó, hát fasz nem láttam ebből. A animációból fel se álltam és megint megütött, ez meg ilyen tipik, igazából mindegy rész. Hát igen, ezt megint megcsináljuk. Ezért mentettem, gondoltam, hogy lesz valami, szóval jobb ez így. Ki kell találjam, hogy mit kell csinálni, ugye először ezt a végét még látnom kell. Aztán majd annak értelmében megyünk. Jó van, jó van, jó van. Jesus Christ!
Ezt... Mi a fasz? Előbb itt meg se haltam. Heh! Lol. Ez igen. Jaj, de jó. Mozoghatna gyorsabban ez a dög, bazzai, mert közben meg rám gyullad az egész kibaszott műcsarnok. Na gyerünk. Na még egyszer. Itt lesz egy pár újra töltésem, mert ez az egész érdekes szerintem. Túl sok választásom nem lesz, maradjunk az. Jesus Christ! De ott lenyúlt már 6-tor, igen. Na most már váltott területet, jó van, alakul. Én direkt nem mentem arra az oldalra, hogy ne kúrja meg a hordókat, de így is úgy is jön a tűz befele. Tök jó. Most jobban sikerült átbaszni. Na ugye a kérdés az, hogy itt ezt hogy kéne időzíteni, mert... Az biztos, hogy kapcsolgatni kell. De baszni, ne a kést add ide, hanem azt a kurva gránátot. Köszönöm szépen. Gyerekek, ezt nem hiszem el, geci. Honnan elkapsz? Az derék. Akkor kapsz egy kést oda a szemed közé. Ó, nyalod meg, bazd meg. Ezt úgy hívják, hogy bekaphatod gyökér. Ez az a try volt. Hát azért, mert igazából ki kell számolnod a lépést, meg bent kell valahogy tartanod középen, és az utolsó pillanatban kiugrani, ez tök logikus, csak hát ugye elmondani ezt könnyű, kivitelezni viszont nem olyan könnyű, mivel nagy a dög. Ezt szoktam magyarázni, mivel nagyon nagy a dög, így az ő hitboxa kurva egy ergo elér. Azzal a rusnya kezeivel nagyon messziről, úgyhogy ezt rohadt nehéz lesz kiszámolni. Ez egyszer vagy bejön, vagy nem, az cső, addig kell csinálni. Úgyhogy nincs benne bonyolult dolog. De örülök neki, hogy mentettem, mert... Így legalább csak ezt a részt kell újra trájolni folyamatosan, az kész. Mert csak pohockodok vele körbe-körbe, az cső. Nem ügy. Ez a rész, az nem ügy. Most már. Szavasz! Oda menj be! Ott maradjál, ott!
Napiskol utánam a rohadék. Szia, Misi, üdvözöllek, Alió. És srácok, egy-két try, de meg lesz a sima, mert ennyi csak, hogy a konténer idő, de... Ezt gyors bekapcsolom, összeszedem a kést, meg összeszedem a... A gránátot meg kell hagynom. Erről nem volt szó, bazd meg! Mi a paraszt? Ne, te rohadt! Jön vissza a fos! Várja! Ó, bat, mert nekem kell a túloldalon lenni. Ó, Istenem, ezt úgy kell kiszámolni, hogy mindenképpen őt kell ide áthozzam. Hát ez kibaszott egy fos. Így is láttátok, hogy épp hogy nem ért el kétszer a második ütésre. Éj, gyerekek! Ugye az első ütést azt azért nem értettem, mert volt egy kés nálam, és olyankor elvileg azt be kéne kiadni egy animációt, hogy ki tudjam védekezni. És az úgy elmaradt. De lehet azért, mert hogy nem konkrétan vele szembe álltam, nem tudom. Lehet azt fogom csinálni. Azt fogom csinálni, srácok, hogy berakom a kést, beekvippelem. Az első kört, amíg a konténer megy hátra, azt face to face ezek vele, és akkor megkapom az animációt, ott nem sérülhetek meg. Belerakom a szemébe. Átfutok a túloldra. Ú, de az várja, ez nem jó. Ú, bazd meg, ez nagyon nehéz, meg vissza is kell kapcsolni azt a szart. Megoldjuk! Azért vagyunk itt, hogy megoldjuk a problémákat. Nehezebb, mint az érettség is, matek, baszki. Na. Jesus Christ. Sima ügy. Pacsizzunk egy-egy, gyere. Na jó, elég lesz most már. Morgó! Gyere, morgó! Azt azért tudnám élni, hogy csicsaszokba jönne. És sajnos nem úgy jön. Szalad. Rohadjon meg. Bazd meg! Kicsit beragadtam, srácok. Előfordul. Kés. Equip kés. Rámugrott és nem ment le a HP-m, ez hogy? Ez. Jó van, baszódjál meg az animációddal együtt a rohadt mocskos gyökér. Hát az... Jó, ez nem lett meg megint. Mekkora egy nyomorút ez, bazd meg? Hallod? Egy tapottat nem mozdult el onnan. Az oda fogta magát és lecövekezett, hogy ő onnan nem. Ő... Camping van, camping. Majd egy sátrat viszek neki azért, következő körre. Ez azért lesz nehéz. Ez, hogy kiszámolt, hogy mit fog reagálni a gyökér, hát... Meg én szerintem egyébként van beállítva szopatás faktormérő játékba.
Amikor meleget szoptál, majd akkor mozogni fog arra, amerre kell. Na, még egyszer. Jesus Christ! Elméletileg ez a platform mondjuk elég nagy. Nagy lenne, hogy elkerüljem az ütését, akkor nem a közepén mozogna egy irányba fölle. Úgy pont elér mind a két szélére, azért szar, azért nehéz. Plusz ugye hittem az animációs védekezésbe, de nem adta be, úgyhogy... A kurva szádat. Hú, bazd meg. Szóval mondom, a szopatásmérő van a játékban. Alapból hátrányból indulok. Alapból hátrányból indulok, most már csak egy ütés fogok kibírni összesen, semmi többet. Azt is csak erős jó indulattal. Innen szép nyerni. Szállj be a konténerbe, azt menj el vele a picsába. Ez egy paraszt. Anyát szeret? Csak kérdezem, mert... Többször mondták már, hogy nem. Kurva életbe. Ezt nem hiszem el, geci. LOL! Szia, Gaben! Ho... Ne már! De jó, persze, pedig hova menjek innen? Hát, az így. Ő ez letépi az arcomat, bazd meg. Térdelj már le! Letérdeltem. Jó. Csak kérnem kellett. Ezt hányszor kell megcsinálni? Csak mert... Ezt, hogyha kettőnél többször kell megcsinálni, akkor... Mély sóhajtások lesznek. Az eléggé fuck yeah helyzet. Na mindegy, megoldjuk. Innentől kezdve... Hulladékkezelés. Hát igen, elég nagy hulladék ez a szörny. Na, még egyszer remélem, hogy itt nem fog lenyúlni arcomra. Mert az előbb az egy kibaszás volt, már ne is haragudjon meg senki. Innen a picsába. Még egyszer lenyúl, ugye? Ah, az volt az utolsó. Morgo, hello? Ez mi volt? Meg kell találjam azt, hogy ugye amíg full a HP-m, addig a teljes sebességgel tudok mozogni, nem szabad, hogy megüssön. Valahogy ki kell játszanom, csak
Ha még a konténer nem megy el innen, addig kurva nehéz. Konténeren keresztül leütött, animációból még felállok, megint leüt. Kiváló, bazd meg. Hát az esélytelen így, bazd meg. Igen, ez a probléma a játékkal, hogy ezt én bugnak tekintem, hogy a konténeren keresztül ugrik és leüt. Hogy miért? Ugye a konténer még nem ment el, láttátok, toltam magam előtt. És már kaptam azért a ugrást. Konténeren keresztül. Úgyhogy ezt azért lesz nehéz megcsinálni, nem azért, mert nehéz. Ez abszolút nem nehéz, hanem... mert így van megcsinálva. Innentől kezdve tényleg a luck faktor játszik. Hogyha szerencséd lesz, akkor sikerül. Ha nincs szerencséd, akkor addig csinálod, amíg nincs szerencséd. Jesus Christ! Na gyerünk! Menjúkáj! Anyád! Ez most komoly? Jó, mindegy, szarok rá. Ezt már lehet most újra kéne kezdeni. Lehet, hogy az elején fel kellene... hát nem tudom, mit csinálják. Bár ugye az elején szűk a helye, lehet, hogy addig kéne a gránátot eltolni. Hát ezt így bazd meg, ez így vicc. Menjél, én nem bazd meg! Ő sem, hát ez így bazd meg, ez vicc. Most mi, ez most mit csinál? Nem enged ki a menübe, geci, mi van? Vagy csak mennyi a játéknak, hogy kiírja, hogy meghaltál, azt tudni fogom magamtól is, azért akarom újra tölteni. Tű, baszki. Ugye elméletek az lenne a mechanizmus, a bosszak azzal tudsz időt nyerni, amikor elugorja vagy elüti magát előre. És amíg feltápászkodik, addig van időt igazából elmenni valami sarokba. De mint láttátok, ez rám tapadt, mint légy a szarra. Úgyhogy, hát nem tudom, én szerintem kicsit egy bugosan van ez megcsinálva. Vagyis mondjuk úgy, hogy nem perfekt, nem tökéletes. Random. Random a game, teljesen random.
Meg lehet kipróbálom ellen a lángszorót, hogy mennyire állítja meg. Több ötletem nincs. Mert bazd meg, kétszer megcsinálni ezt a szakaszt. Egyszer is elég, nem úgy kétszer, de lehet, hogy háromszor kell. Volt már paraszt. Gyerünk. De ezeket a megállásokat néha nem értem. Gyerünk, valami legyen most már. Jó van, srácok, nem fog szarakodni. Egy kibaszott gát, nem tudok eldobni, badd meg! Istennek a... Nem tudok erre mit mondani, mert tényleg. Szop le a farkam végét, köcsök. Persze, mert még ne is menjél le, így van. Ú, gyerekek, kiborító ez a fáj, tényleg annyira pontatlan, hogy az valami vicc. Istenem, ennyire szerencsére bízni valamit, nem is értem ezt. Nem szeretem, amikor ötös lottót raknak egy boss fightba. Szerintem amatőr húzás, mindegy. Jesus Christ! Gyerünk! Gyerünk! Azért ezt felvesztjük, ezt a lőszert, ha már itt van. Anyád a basz meg! A kurva jó életben már abba basz meg. Hát az így. Nevetséges.
persze, jó, tudjuk. Nagyon kemény gyerek vagy, bazd meg. Anyát szeretett azért, vagy ilyen, bazd meg. Most jó helyen vagy, ott, ahol vagy. Jól van, tudjuk, ne térdelj már le! Ez nem normális, bazd meg. Hát akkor... bazd meg, ezt elbasztam. Ezt nem jó helyen térdeltettem le. Most már mindegy. Most sem megyek vele egy kört, ha sikerül. Nem sikerül, mindegy, most elvesztük. Nyadd meg, köcsök, nyadd meg. Még élek. Meghalok! Gyerünk, kapcsold már! Miért? Mindennel, amit van! A bokát törne ketté! Szerencse kérdése volt, srácok, látjátok, ezt mondtam, mert kétszer volt olyan, hogy eltalált, és nem kaptam damage-et. Nem tudom miért. De igazam van, nem, hogy szerencse kérdése, köszi egyébként. Szóval nem skill, hanem szerencse, mert láttátok, kétszer nekem ugrott itt ezen a részen, ezen a baloldali részen, és nem kaptam belőle damage-et, holott már elég szarul nézek ki. Hát, nagyon szerencse, nagyon izé... Na mindegy. RNG, ha? Szerintem is. Mert ahhoz nagyon nem kell skill, hogy átláss, hogy van itt egy... 6x4 méteres terület, és akkor ezen kell mozogni. Ez szerencse, ja. Olyan is volt, akinek elsőre sikerült, szerencse. Jó, oké, húzhatjuk a kart. Bazd meg. Jó, hogy a lángszóróval le lehetett érdeltetni, de ott is egy kört, az viszont már skill kérdése volt, hogy a lángszóróval egy kört elbasztam. Mert ugye szar helyen térdelt le. Úgyhogy az is kell, nyilván, azt én kurtam el. Okay. It's gonna hurt. Hold on. Mindegy, megvan az a lényeg, úgyhogy most megint megyünk pirosba addig, amíg nem lesz heal. I can do it myself. Just relax, okay? Na várjatok már, srácok. Itt megyek pirosba. Húzom a lábom, meg úgy megy tántorgok, mint a részek. A zsebből előcsapta a gyógyszert, és kötözzük be az édát. Mi van? Get yourself out of here. Well, you still can. I'm not just gonna leave you. Not like this. You don't understand. The situation's worse than I thought. Ja, értem. A kurva életbe. You protected me. Now it's my turn. Egyébként jó játék, tényleg jó játék. Abszolút jó játék, van benne kihívás, pont ezek miatt van benne kihívás. Hát most... Don't push it, rookie. Okay, just trying to help. 5-6 neki futásból meg volt. Bevásároltál? Umbrella's lab, right beneath us.
Net let it slip. That's where the virus is. Várjál már. You up for this? Az Umbrella-nak a laborja még a csatornarendszer alatt van. What? We got work to do. Ja persze, mert van itt egy mozdony elméletileg, és abba vezettük vissza az áramot. Na, sántikálunk itt mind a ketten. Nagyon jó. Ó, várjatok, várjatok. Ja, hát itt nincs semmi. Mindegy. A növényt felszedem, mert... Elmentek, ez itt az utolsó lút. Helyem az meg most van szarásig. Így van, ez volt az utolsó lút. Ott is egy növény van. Where'd you get that? Borrowed it. Anyway, we're almost there. Na van a Skyt, Doomot, meg a Wolfenstein, Youngblood. Ja, kérni fogod? Egyszer kipörgettem már a izéket a Wolfensteineket, csak nem csináltam róla YouTube-ot, úgyhogy előfordult, hogy még egyszer végig fogom pörgetni. Ó, várjatok már. Ja, semmi. Egy biztos, kék növényem annyi van, baszki, hogy Dunát lehet rekeszteni belőle. Ugyanakkor van 16-19 lőszerem a villámsólymihoz, úgyhogy azt majd a lángszórót kirakom, az nem fog kelleni most. A Youngbloodot azt nem. Let me carry you. No, that only make me feel worse. Azt mondja, let me carry you, hát lehet, hogy fordítva kéne, engem kell vinni, hát alig élek. How's the shoulder? Worse than it looks. Ja, azt vágom, a két nővér. A Blatkovicnak az ikrei, vagy mi a szösz. De valami hír dobhattak volna, általában szokás első segélyt rakni minden egyes ilyen járműbe. Na de mindegy. Innen szép győzni. Jó van. Látod, van kihívás ebbe a csatorna pontos dologba, mert mivel van rajta CD, így versenyezni kell, hogy ki tudja kiridimelni. I can't wait for the FBI to raid Umbrella headquarters and take those bastards to justice. I agree, but to be clear, you're not working in official capacity. This is a federal case. Once we get the G virus, I'm back on my own. Hey, Leon. Jó idő van. Megvittem őket. Überem vagy mi a szar, a ballag nehezebb bassza. Ki kell tapasztalni. Kitapasztaltam, melyik a egyetlen egy fegyver, amit használni kell, és folyamatosan van hozzá lőszer. Azt kell egyedül felfejleszteni, ezt visz mindent, még a főbosszokat is. Szia, Krisi! Halihó! Óha! Éjjj, a bunk szerelmes lett. Decemberig? Na, kíváncsiak, mit fogsz kérni? Nem, majd amikor utolérem magam, srácok, akkor fogok enyhíteni a cooldownon, mert jelenleg 7 napos cooldown van. Aztán amikor utolértem a listát, meg már nem lesz semmi szinte, akkor majd csökkenteni fogok a CD-n. Oké. Leon, counting on you. I know. Na hát, srácok. Következő helyszín a laboratórium, és megkaptuk a csuklópántot.
Ez jó trilógia? Nem tudom melyik. Annyira nem vagyok otthon ezekbe a dolgokba. Egy biztos, hogy kaptam egy achievementet. Na, megérkeztünk. Megérkeztünk a labor bejáratához. Ja, ez jó! Ja, jó, vágom. Assassin's Creed. Figyelj, amit kértek, azt játszom végig. Brutálba, úgyhogy igazából azokat meg én úgy sem játszottam, úgyhogy nekem is jó. Nézelődök kint a szélen, hogy hát találok valami elkúrt növény, de sajnos nincs. Úgyhogy csak menni tudok befele. For your safety, stand clear until the doors are fully open. Van nem biztonsági ajtó, figyeld már, három ajtó. Ú, gyerekek. Welcome to the nest. Megérkeztünk. Na, szedjük a lootot. Van tinta. Úgyhogy tudok menteni egyet. Mindenképpen fogok, mert ugye hossz után vagyok. Ez itt a szoba. Nem hiszem el, hogy... Na mindegy. Csináljunk egy mentést. Csináljunk mondjuk ebbe egy mentést. Úgy van. Jól van, és akkor lássuk, mi van itt. Pihenő, szoba, belépési napló. Vényli, belépés 20-16. És nem távozott, úgyhogy a pihenő szobában van valaki, egészségedre Blastix.